Az előző videóban a konvolúciót definiáltuk. Ugye a konvolúció arra alkalmas, hogy ismert egy rendszer válasza, a VT vagy HT-vel is szokás jelölni, erre a rendszerre ráadunk egy UT és arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen válasszal felel erre a rendszer. Ezt úgy lehet megtenni, hogy integrál mínusz végtelentől végtelenig u tau vvt mínusz tau d tau. Ezt az előző videóban elmondtam. Ennek a konvolúciós integrálnak, vagy súlyfüggvénytételnek néhány definíciója is, néhány tétele van, amelyet szeretnék most ebben a videóban megmutatni. Szokták úgy is jelölni, hogy az yt az az ut-nek és a vt-nek gyakorlatilag a konvolúciója. Ez a csillaggal szokás jön, de ez nem szorzás, ez nagyon lényeges, mert időtartományban két jelet így módon nem, le, nem szorzunk össze, ez a csillag ezt az összefüggést jelenti. Tehát nem túl szerencsés ez a jelölés, de azért mondom el, mert az irodalomban ez nagyon sokszor előfordul. Tehát ez a csillag az út és a VT között ezt definiálja, ezt az operációt kell, ezt a műveletet kell elvégezni. Az egyik Fontos dolog, hogy ez a impropriós integrál, tehát hogy a felső-alsó integrálási határok mínusz végtelen és végtelen, ez esetleg változtatható. És az integrál számítása az bizony jóval egyszerűbb lesz. Abban az esetben, hogyha az ut az belépő, ez nagyon sokszor előfordul, vagyis az ut függvény az úgy néz ki, hogy 1t, szorozva valamilyen FT függvényjel. Mindegy, hogy milyen alakú. Az a lényeg, hogy egy t szerepel itt a, a bemeneti oldalon. Mondom, ez nagyon sokszor előfordul, tehát ez, ez nem szűkíti le nagyon az alkalmazásokat. Ebben az esetben az itt szereplő U -tau függvény úgy kezdődik, hogy egy tau szorozva valamilyen függvényjel. A szorzat függvény tehát mindig olyan függvény lesz, az integrandus amely emiatt az 1t miatt a negatív időpillanatokra biztos, hogy nullát fog adni. Emiatt az yt függvényt úgy kell számolni, hogy integrál nullától végtelenig, tehát az alsó integrálási határt mínusz végtelenről nullára átírhatjuk, hogyha az első tag, az útaú, az belépő függvény. Tehát erre hívnám fel a figyelmet hogy ez az első tag nullára változik, hogyha ez a tag itt belépő függvényként alakul. Nézzük meg, mi a helyzet, hogyha a VVT belépő. Ez már egy kicsit nehezebb, viszont a VVT függvényről meg azt tanultuk, hogy mindig belépő függvény, mert a rendszer kauzális, ami azt jelenti, hogy a VVT függvény az mindig úgy néz ki, hogy egy t szorozva valamilyen GT függvény. Egy t Nézzük meg egy, egy Rajz segítségével lehet a legegyszerűbben ezt azt gondolom megérteni. Most felrajzolok egy vevé tau függvényt. A vízszintes tengére tau-t írok azért, mert a tau az a integrálási változó, a t az pedig egy konkrét számérték lehet itt, hiszen itt az integrálásnak a bal oldalán is ez szerepel. Nézzük, vevé tau. Legyen ez egy belépő függvény, ami azt jelenti, hogy a negatív ütemekre nulla a függvény értéke, és ahogy egy VVT függvény kinézni szokott, azt fogom felrajzolni, egy exponenciálisan csökkenő jel. Igen ám, de itt nem vevétau szerepel, hanem mínusz tau szerepel. Ez azt jelenti, hogy ezt a vevétau tau függvényt a függőleges tengelyre egész egyszerűen tükrözni kell. Tehát, hogyha ez a vevé tau függvény, amit ide felrajzoltam, akkor ez a vevé mínusz tau függvény, tehát így fog kinézni a függőleges tengelyre ö, tükrözve. És most jön egy kis ö, átalakítás, hogy a vevé t mínusz tau hogy írom át. Először is a vevé mínusz tau plusz +t, t használom, megszoktuk, hogy a változó van elő. Most a T az konstans, ez furcsa lehet ebben, ezt itt meg kell szokni. És azt írom, hogy VV minusz tau T. És ebben az esetben az van, hogy itt T-vel el kell tolni ezt a függvényt, például ide. Ugye a negatív előjel miatt ezt jobbra kell eltolni, tehát ez lesz az a függvény, amely a vevé minus tau minus t függvény, és az átalakításból pedig tudjuk, hogy ez a vevé t minus tau függvény. Tehát ez a függvénytag, amit itt láthatunk, az minusz végtelentől t-ig valahogy alakul, t fölött viszont nulla lesz az értéke, hogy ezt lehet látni. Tehát felesleges ezt az integrálást elvégezni t fölött. Ezen ok oknál fogva tehát, hogyha belépő Erről van szó, már mármint az impulzusválasz belépő, akkor az yt függvényt úgy kell számolni, hogy mínusz végtelen, tig integrálunk, u tau, v t mínusz tau, d tau. Ilyenkor tehát arra hívom fel a figyelmet, hogy a második tag lesz t, eh, igen, a végtelen helyett, ez a tag pedig belépő függvény. Az út ilyenkor nem feltétlenül belépő. Hogyha mind a kettő belépő, tehát UT is, meg a VVT is belépő, ez is nagyon sokszor előfordul, tehát a fenti két eset van, akkor a konvolúció úgy alakul, hogy integrál nullától T-ig, U tau, VVT tau, D tau. Ezt nagyon sokszor fogjuk használni, hiszen ez mindig belépő, az U tau pedig nagyon sokszor belépő függvényként fog szerepelni. Megnyugtatásként mondom, hogy az úgynevezett Laplace transformáció segítségével, amit majd később fogunk tanulni, ez az integrál el fog tűnni, és egy jóval egyszerűbb művelet lesz. Most néhány példát fogunk erre majd vizsgálni csak. Tehát itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez az improprius integrál hogy alakul, hogyha az első tagja belépő, ha a második tagja belépő, ez egy kicsit bonyolultabb volt, illetve a mindkét tagja belépő. Hogy néz ki? A konvolúció művelete az egy kommutatív művelet, ami azt jelenti, hogy az vevé, illetve az u, azok felcserélhetők egymással. Tehát kommutatív. Kommutatív. Ez azt jelenti tehát, hogy az út és a vevét ebben, a ebben az összefüggésben fel lehet cserélni. Ideírom, hogy az yt ezek szerint integrál mínusz végtelentől végtelenig u tau vevé t mínusz tau d tau. Ez egyenlő azzal, hogy integrál mínusz végtelentől végtelenig vevét tau ut t mínusz tau d tau. Az argumentumokat nem cseréltük fel, csak az u helyett írtunk vevét, illetve a vevé helyett út. Ez a kommutativitás műveletet, tehát a kettő felcserélhető egymással. Ez néha jól jöhet, ezt érdemes tudni, és mindjárt itt egy kis helyen be fogjuk ezt bizonyítani. Nem csak kommutatív, hanem ide írom, hogy ezen a lapon tudjak maradni, asszociatív művelet, asszociatív művelet. Az asszociativitás ugye azt jelenti, hogy csoportosítható, tehát például, hogy van egy AT függvény, azt konvolúcióval veszük a BT függvényel, majd ezt a CT-vel, és Elvégezhetjük úgy, hogy ezt a kettőt végezzük el először, és ennek az eredményével végezzük el a, az A-val, viszont azt is meg lehet csinálni, hogy az A-t és a B-t végezzük el előbb, mint függvényeket, és utána a, a C-t. Ez később jól fog jönni, hasznos lesz, utalni fogunk rá, hogy ezek csoportosíthatók. Jó? Tehát ez a párosával el lehet végezni. Asszociatív, illetve distributív. A disztributivitás pedig azt jelenti, most a tét lehagyom, a plusz b, tehát két függvény összegét, természetesen különbséges is igaz, a konvolúcióba vesszük a c-vel, az ugyanaz, mint hogyha az a-t a a c vel majd a b-t a c-vel, és ezeket a függvényeket összeadnánk. De még egyszer mondom, ez a csillag, ez ezt az integrált tartalmazza, nem szorzás, ez nagyon-nagyon lényeges. Teljes kedvéért euh, igazoljuk ezt az összefüggést itt. Azt fogjuk először is tenni, hogy a T-t, ez egy kicsit vékonyan fog. A t Tau helyére bevezetem azt, hogy alfa. Legyen egy új változó. Tehát az alfa az legyen T-tau, ami azt jelenti, hogy a Tau az egyenlő T-alfával tehát ez a tau megvan, t minus alfát fogunk oda beírni, a t minus tau helyére alfát, a d tau helyére pedig azt írom, hogy minus d alfa. Ugye a t az konstans, annak a deriváltja nulla, a d alfa lesz az alfával negatív előjellel. Tehát ezt az összefüggést úgy tudom tovább írni, tehát integrál mínusz végtelentől végtelenig, u tau vevé t minus tau d tau hogy helyettesítsük be az egyes tagokat. Tehát ezt ide, ezt ide, ezt pedig ide, és ne felejtsük, hogy az alsó integrálási határ mínusz végtelen a Tau-ban, az azt jelenti, hogy az alfában ez majd plusz végtelen lesz, hiszen kivonás van itt, hogyha Tau végtelen, akkor t mínusz végtelen az mínusz végtelen lesz, tehát a felső integrálási határ majd mínusz végtelen lesz. Tehát ezt az összefüggést átírhatom úgy, hogy integrál végt, végtelentől, mínusz végtelenig, az u tau-ban azt mondjuk, hogy u t mínusz alfa, a vevét t mínusz tau-ban azt mondjuk, hogy vevé alfa, és a d tau az mínusz d alfa, ideírom, hogy d alfa, ideírom, hogy mínusz. A két határ felcserélhető, egy előjellel lehet dolgozni, ami azt jelenti, hogy ez a negatív előjel pozitív lesz, és akkor ez mínusz lesz, ez végtelen lesz. Előre írom azt, hogy VV alfa, utána írom azt, hogy ut mínusz alfa, d alfa. Ami tökéletesen ugyanaz, mint ez a kifejezés. Tehát ez felcserélhető, ez bizonyos esetekben jól jöhet, mint ahogy a következőben is. Egy speciális esetet vizsgáljunk meg. Egy speciális esetet vizsgáljunk meg. Legyen a bemenőjel az 1T függvény. Tehát az egységugrás függvény. És használjuk ezt a második kifejezést, ami azt fogja jelenteni, hogy a rendszer kimenete az YT, ami tulajdonképpen definíció szerint a VT, hiszen a rendszerben menetére most speciálisan egy T jelet adunk, az egyenlő azzal, hogy vevétau 1t-tau détau minusz végtelentől végtelenig. Viszont az előbb azt tanultuk, hogyha a második tag belépő függvény, már pedig most az, akkor a felső integrálási határ az t lesz, ezt pedig el lehet onnan hagyni, emiatt a rajz miatt. Vagyis integrál minusz végtelentől tig, vevétau tau, d -tau. Nézzük csak meg, mit kaptunk. A VT függvény, tehát az ugrás válasz, az egyenlő az impulzus válasz integráljával, ez szerint az összefüggés szerint. Ez pedig ekvivalens azzal, amit az előző, ez is két videóval korábban tanultunk, hogy a VVT függvény az pontosan a VT függvénynek az idő szerinti deriváltja. Tehát ez a kettő gyakorlatilag egymással párban van, tehát oda-vissza érvényes. Így tehát ezt az most egy kicsit más úton is igazoltuk, bizonyítottuk. Tehát ebben a videóban az a konvolúciónak, vagy a súlyfüggvénytételnek, ahogy másképp is nevezik, a legfontosabb tulajdonságait foglaltuk össze. Itt ezt a rajzot egy kicsit nehéz követni, ezt érdemes még egyszer felrajzolni, lerajzolni ezekkel az előjelváltásokkal, illetve azzal, hogy már megszoktuk azt, hogy a T betű jelöli az időt, itt azonban a T az egy konkrét számérték, hiszen láthatjuk, hogy ide húztuk el ezt a, a vevé függvényt, és most az integrandusban a tau függvény, a tau változó az, amely valójában változó, a T az pedig az konstansnak kezelendő ebben az esetben. Ez példában majd jobban ki fog domborodni, tehát példák segítségével ezt el lehet mélyíteni. Ez viszont egy nagyon fontos összefüggés és itt a végén, a kommutatív, asszociatív és disztributív tulajdonságok mellett. A konvolúció elméletéről ennyit gondoltam elmondani.